Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatel televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Ünnepi megemlékezés Szekszárdon egy helyi gimnazista mondott beszédet. Perccel díjat adományoztak, Bonyhádon március 15-én került sor az elismerés átadására. Fáklyás felvonulás gyermekműsor koszorúzás. A Kaposmenti Társulás településein is 1848-ról szólt minden. Templomban tisztelegtek a hősök előtt, faddon sem maradt el az ünnep. Rendhagyó módon egy gimnazista diák tartott ünnepi beszédet március 15-én Szekszárdon. Az emlékezők előbb a Babits Mihály Kulturális Központban, majd a Béla Király téren rótták le tiszteletüket a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk! A helyi Baka István Általános Iskola tanulói adtak ünnepi műsort a Babits Mihály Kulturális Központban megtartott március 15-i ünnepség alkalmával Szekszárdon. Ezt követően a Gary János Gimnázium 11-es diákja Görcsös Ákos mondott beszédet. A fiatal azt emelte ki, hogy 1848 öröksége ma igazán aktuális, akkor, amikor, mint fogalmazott, kihívás magyarnak lenni. Ha nem emlékezünk történelmünkre, nem ismerjük és nem tiszteljük azt, akkor a jelen történéseit sem fogjuk megérteni. A program a műsor és a beszéd után a Béla Király téren folytatódott. Ott Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere stábunknak arról beszélt, az 1848-ban kitört forradalom és szabadságharc legfőbb üzenete a mai ember számára az, hogy a sorsunkat jobbá tevő ügyekért gyakran rettenetes áldozatokat kell hoznunk. Az ember, ha egy kicsit is belegondol, nagyon-nagyon komoly áldozatokat hoztak ezek az emberek, akik itt a 48-as eseményeket elindították, a 48-as eseményekben részt vettek, és hát természetesen a végkifejletet sajnos tudjuk. A Béla Király téren található 48-as emlékműnél koszorúzás zárta a programot. Március végéig igényelhető a 40 ezer forintos bölcsődei támogatás, közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön. Comba Sándor azt mondta, a juttatást azok a munkába visszatérő szülők kaphatják, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeküket a munkavégzés idejére nem önkormányzati fenntartású, családi vagy munkahelyi bölcsödében, illetve napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatóknál helyezik el. A segítség az óvodai nevelés megkezdéséig nyújtható akár több gyermekre is. A programnak köszönhetően az elmúlt években már több ezer szülő számára vált lehetővé az újbóli munkába állás. Tolnán a Magház adott otthont az ünnepi műsornak, amit az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából tartottak. A rendezvényt követően a részvevők átvonultak a Szent István Parkban felállított 48-as emlékműhöz, és elhelyezték koszorúikat. A Bogyiszlói zenekar műsorával kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése Tolnán. Az eseményen Appelszófer Ágnes polgármester mondott ünnepi beszédet. A forradalmárok jól tudták, erejük megsokszorozódik, nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Bebizonyították, hogy bár egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Így vált 1848 óta a nemzet összetartozásának tudata a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. A polgármester úgy fogalmazott, hogy a szabadságot nem osztogatták, nem adták ingyen. Azt az alkotni képes, a közös célokért tenni akaró egyének összefogása teremtette meg. A márciusi ifjakkal kezdve 7 nemzedék adta vérét és életét a nemzet szabadságáért, azért, hogy nekünk már ne kelljen. Nekik tartozunk azzal, hogy a béke oldalán állunk, hogy felelős döntéseket hozunk, és mindig a szabadságot, a nemzet iránti hűséget választjuk.
Az esemény lezárásaként a város vezetői és a társadalmi szervek és intézmények képviselői megkoszorúzták a Szent István Parkban álló 48-as emlékművet. A nap további részében a Mözsi Emlékparkban szintén műsorral és koszorúzással tisztelektek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján csütörtökön. A vizsgált városok többségének mintája nem mutatott jelentős változást a korábbihoz képest, ez a helyzet Szekszárdon is. Emelkedés egyedül Nyíregyházán mérhető, míg csökkenés két térségben Győr és Szeged környékén mutatható ki. Tamásiban is megemlékeztek a magyar történelem egyik legfajsúlyosabb eseményéről, az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. A Petőfi emléktáblánál tartott koszorúzást megelőzően a település polgármestere mondott beszédet. Tamásiban, a honvéd hősök sírjánál vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának városi megemlékezése. A temetőben a város és az intézmények vezetői helyezték el az emlékezés virágait. A település művelődési házában került sor az ünnepi műsorra, amelyet idén a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium állított össze Lélekláng a tavaszban címmel. A város polgármestere hangsúlyozta, büszkén mondhatjuk, hogy a magyarság 1100 az éves történelmének egyik legszebb fejezete a 48-as forradalom. Ahogy mondta, a magyarok milliói hittek a szabadság eszméjében. Akik nemzetőrként, honvédként harcoltak Isaszegnél, az erdélyi Nyergestetőn, a felvidéki Branyiszkói hágon, vagy a délvidéki Szent Tamás erődjénél. Először a magyar történelem során közös célért küzdött nemes, jobbágy, polgár. Először a magyar történelemben fontosabb volt a magyar nemzet szabadsága, mint a társadalmi helyzet, vagy a vallási hovatartozás. A béketörékeny, megtanultuk a 20. század történelméből, folytatta megemlékező beszédét a település vezető. Nap mint nap látjuk a közvetlen szomszédunkban azt, hogy a háború milyen szörnyű pusztítást okoz. Évszázadok alatt mi magyarok azt is megtanultuk, hogy soha nem dőlhetünk hátra, mert hol keletről, hol nyugatról, hol egyszerre két felől, mint 1848-49-ben, leselkednek ránk ordas eszmék, nagy ragadozók, mint a sas vagy a medve. Az ünnepi esemény koszorúzással ért véget a Kossuth téri Petőfi emléktáblánál. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén több mint 5,6 millió adózónak készítette el az SZIA bevallási tervezetét. Az adóbevalláshoz segítséget kapnak az egyéni vállalkozók, őstermelők, áfás magánszemélyek is. A tervezeteket az e-SZIA portálon ügyfélkapus azonosítással rendelkezők számítógépen, de akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik, és ha szükséges, szerkeszthetik is. Aki egyetért a dokumentum adataival, annak nincs további teendője. Május 22-i hatállyal a tervezet a kiajánlott adatokkal érvényes bevallássá válik. Az SZIA szerint adózó egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésre kötelezetteknek a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük a tervezetüket. Bonyhád a Percelek városa, így március 15-én a Szabadságharc honvéd tábornokáról, Percel Morról is megemlékeztek. A hagyományoknak megfelelően idén is Tardosked polgármestere mondott beszédet. A Bonyhádi Általános Iskola, gimnázium és ami tanulói készültek emlékműsorral nemzeti ünnepünk alkalmából, a szlovák testvértelepülés polgármestere hangsúlyozta, a nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Amikor feltűzzük a kokárdát, akkor ezt büszkeséggel tesszük. Nem magunkra vagyunk büszkék, hanem magyarságunkra, hazaszeretetünkre, és azokra az őseinkre, akik szembe mertek szállni az elnyomó rendszerrel, akkor is ott,
abban a reménytelennek tűnő helyzetben. Van mit tanulnunk, és van mit átadnunk a jövő nemzedékének, folytatta a gondolatmenetét a megemlékezés alkalmával a tardoskeddi polgármester Bonyhádon. A nemzeti ünnep alkalmával adták át a Perccel díjat, amelyet több évtizedes lelkészi szolgálata és Bonyhád életében vállalt közéleti tevékenysége elismeréseként a város képviselő testülete Aradi András evangélikus esperesnek adományozott. A március 15-i megemlékezést a Kálvária dombon zárták. Nagyon régi és szép hagyományai vannak a városnak ezen a napon, hiszen van is mit ünnepelnünk, van is mire emlékeznünk, és van is hol, hiszen városunk szülötte Pence Mór honvédtábornok, aki részese volt a szabadságharcnak, ezért mi egy picit talán mindig másképp tekintünk erre a nemzeti ünnepünkre, de általában én úgy gondolom, hogy a magyar emberek szívébe a nemzeti ünnepek között a márciusi forradalmak és szabadságharcoknak az ünnepe az van talán a legközelebb hozzánk, érzelmileg mindenképpen, bár 175 év telt el azóta. Perccel Mór sírjánál helyezték el a koszorúkat, mécseseket a város előjárói, az intézmények vezetői és a megemlékezők, akik ezekkel a kegyeleti díszekkel egyúttal az 1848-49-es forradalom hősei előtt tisztelegtek. A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás településein is megemlékezéseket tartottak március 15-én. Nakon, Dalmandon és Dombóváron is gyermekműsorral színesítették az ünnepet. Közül kiemelkedő helyet foglal el március 15, hiszen minden magyar ember magáénak vallja, sajátjának érzi. Megyeszerte, így a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás településein is megemlékeztek 1848. március 15-éről. Nakon az óvodások előadása színesítette az ünnepet. Minden házon zászlót lenget a víg márciusi szél, Magyarország szabadságát ünnepeljük e napon, három színű magyar zászló azért leng a házakon. Mint minden magyar, mi is nagyon büszkék vagyunk az 1848. március 15-i ifjakra, és igyekszünk az ő szellemüket továbbvinni. Nagyon boldog vagyok, hogy a mögöttem lévő óvodásaink együtt velünk ünnepelnek, és még egy kis műsorral is készültek. Az ünnepség végén az önkormányzat koszorút, míg a gyerekek a saját maguk által készített piros, fehér, zöld pillangókat helyeztek el a kopjafánál. Dalmandon az általános iskolától induló fákjás felvonulással kezdődött az ünnepség, melyet az emlékműnél a gyerekek műsorával folytattak. Hogy tetszen egy forradalom, márciusi elsős napon, emlékezünk, zászló lobog, a szívünk is együtt dobog. A háború nem jó dolog, ágyúdörög, fegyver ropog. Élni szeret minden ember, ünnepelni még ezerszer. Az ünnepség koszorúzással zárult. Mivel 60 óvodásunk van, 40 iskolásunk, tehát már eleve ezt a 100 gyermeket megtanítjuk arra, hogy igenis emlékezni kell ezekre a hősökre, igenis nekik köszönjük azt, hogy kivívtak nekünk egy olyan történelmet, ami miatt most mi kötelességünk, hogy folytassuk azt, hogy szabadságban éljünk és védjük az országunkat. Dombóváron is a gyerekek műsora színesítette az ünnepet. A tánccal, énekkel és versekkel tarkított ünnepségen Molnár István a város díszpolgára mondta el gondolatait március 15-éről. Hogy haladunk előre a korban, és éltük meg szép és kevésbé szép éveket, korokat, kezdtük megérteni, mennyire fontos ez az ünnep. Mennyire fontos eszmét képvisel, és amit a gyerekek is kiraktak, a szabadságot képvisel. Egy olyan nép szabadságát, amelyik lényegében a történelmének túlnyomó részében elnyomottként élte életét, de fent tudta tartani ilyen napok miatt az identitását és Magyarország szellemiségét.
Az ünnepség Kossuth Lajos szobrának megkoszorúzásával zárult. Faddon a római katolikus templomban tisztelegtek a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az ünnepi műsor zárásaként Rostás Jenő István plébános szentmisején vettek részt a megjelentek. Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Ünnepi beszédében többek között Vas Albert írószavait idézte Bordács József Fad polgármestere. A településen a helyi római katolikus templomban tartottak megemlékezést az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából. Én azt gondolom, hogy a 48-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk, akkor elsősorban a hazaszeretet, a mérhetetlen bátorság és az összefogás jut az eszünkbe. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos üzenet a mai kor számára is, és a mai fiatalok számára is. Mindannyiunk számára, én azt gondolom, akit itt élünk Magyarországon és a Kárpát-medencében. A polgármester hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos a nemzeti összefogás, hiszen csak így fejlődhet, gyarapodhat tovább a magyarság. Ez a forradalom és szabadságharcnak a mai társadalomnak ez a legfontosabb üzenete, és bízzunk benne, hogy a következő években, évtizedekben a mai fiatalok is ebbe az irányba indulnak el. Faddon az ünnepi műsort követően Rostás Jenő István plébános szentmiséjén vehettek részt a megemlékezők. Regionális híreink következnek. Közbiztonsággal foglalkozó szakemberek értékelték a Police Café programot, országos példa lehet a Rendőr Kávéház munkája. Az agy működésével ismerkedtek meg a gyerekek, interaktív játszóház az agykutatás hetén. 70 éves a Pécsi Horváth iskola, a jubileumra színes programsorozattal készültek. Még október közepén indult el Pécsen a Police Café nevű program, mely a közbiztonságra helyezte a hangsúlyt. Baranya 10 településére kimentek a területtel foglalkozó szociális szakemberek, rendvédelmi szervek képviselői, hogy felmérjék a problémákat. A program a végéhez érkezett, most egy összegzés értékelés zajlott a helyi rendőrkapitányság épületében. A Police Café 10 részes sorozata Baranya vármegye 10 járásába látogatott el tavaly október óta. Mindenhol a helyi közbiztonsági problémát mérték fel a szakterület képviselői, illetve vitatták meg az adott települési közösséggel. Most éppen a közbiztonsági sorozat eredményét összegzik a programban részt vett szakemberek. Részben ugye a rendőr szakemberek, akik különböző szakterületekkel, a közlekedéssel, a bűncselekményekkel, a megelőzéssel foglalkoznak, illetve a helyi civilek, akik között akár egy polgármester is ott lehetett, vagy a gyermekvédelmi szakemberek, iskolából igazgatók, tanárok, tehát mindenki olyan szakember, akinek köze van a közös biztonsághoz. Ami biztos témaként felmerült szinte mindenhol, az a gyermekvédelmi jelzőrendszer továbbfejlesztése volt. A szakterület egyik legsúlyosabb problémája a drog. A gyermekvédelemben az egyik slágertéma sajnos az a drog. Egyáltalán a függőség, nem is biztos, hogy ez valamilyen szerformájában jelenik meg. Lehet, hogy ez internetfüggőség, vagy játékfüggőség, illetve az erőszak, főleg az is ugye kisközösségeken belül gyerekekre fókuszálva. De nagyon jellemző példák a közlekedési problémák is, tehát egy-egy településen egy átmenő forgalom, egy balesetveszélyes gócpont. Azt hiszem, hogy sajnos Baranya megyében ez sem lehet elkerülni, ezt a témát. Az összegzéskor a 10 alkalom során összegyűjtött információkkal dolgoznak 3 témakörben. A rendőrség számára milyen új információt hozott a sorozat, majd a Baranya vármegyei bűnmegelőzési tanács, mely a sorozatot kezdeményezte, milyen kapcsolati hálót tudott továbbvinni. A harmadik asztal téma az pedig hát azért is hagytam utoljára, mert az az én szívem közepe, illetve hát az egész módszer ugye Police Caféval zajlott, az egész sorozat, és ennek a módszernek a hozadékait, a tapasztalatait fogja Tóth József tréner összeírni, összegyűjteni, hogy ezzel a módszerrel mit tapasztaltak a kollégák, hogy tudtak-e másképpen beszélgetni a közösség tagjaival, és hát az én hipotézisem az, hogy igen, tudtak. Azért is fontos ez az összegző munka, mert egy komoly szakmai anyag készül majd belőle. Ez a tanulmány országos példa is lehet a közeljövőben. Hogyan néz ki kívül és belül az agy? Melyik terület miért felel? Hogyan tesztelik a gyógyszereket? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptak azok, akik részt vettek az agyi matató elnevezési foglalkozáson. A program az Agykutatás hete rendezvénysorozat része volt. Megcsukta a szúnyom!
Az agy részeivel ismerkedhettek meg ezek a gyerekek a Pécsi Egyetemen. Az iskolások az Agykutatás Hete programsorozat keretében érkeztek az orvosi karra. Az Agyi Matató elnevezésű interaktív játszóház foglalkozáson saját agykérget készítettek papír és színes ceruzák segítségével. Mi az egyes gyakorlóból érkeztünk, elsősök, elsőbbések, és az Agykutatás Hete programsorozat keretében jöttünk el ebbe az interaktív játszóházba, és mivel egyetemi iskola vagyunk, az egyetemtől kaptunk egy értesítést erről a lehetőségről. Az Agykutatás Hetéhez kapcsolódó programokat már 2018 óta rendezi a Pécsi Intézmény. A legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztály számára készültek érdekes eseményekkel. Mivel sok olyan rendezvényt tartunk, amivel a társadalmat is bekívánjuk vonni, lehetnek ezek gyerekek, időseknek szóló programok, vagy éppen érdekes kerekasztal beszélgetések. A mostani program ez kifejezetten az általános iskolás korosztálynak szól, és az Élettudományi Intézet az, aki megrendezte és összeállította a különböző tevékenységeket, asztalokat, programokat, és előzetes jelentkezés alapján lettek beosztva a csoportok, hogy ne legyen tumultus. Az idei programsor fókuszában a legtöbb helyszínen az agy nem kézzel fogható működése áll, azaz mentális nehézségek, függőségek kialakulása, vagy éppen a párválasztási mechanizmusok. Minden évben igyekeznek újdonságokat bemutatni a szervezők. Minden évben próbálunk picit megújulni, egyrészt, másrészt mindig megkérdezzük a közönségünket, hogy miről hallana szívesen. Tehát volt olyan témánk, ami visszatérő volt, mivel annyi mindenfelé tudott ágazni, hogy érdemes volt arra egy rápülő rendezvényt rendezni. Illetve igen, nem annyira az hardcore műszerrel, mikroszkóppal végzett kutatásokra helyezzük elsősorban a hangsúlyt. A mostani program során a résztvevők megtudhatták, hogy néz ki agyunk kívül és belül, vagy hogyan tesztelik az idegrendszerünk egészségének megőrzésére fejlesztett gyógyszereket. Tesztelhették a látást, az ízlelést, a figyelmet és a művészetterápia erejét is. Jubilál a Pécsi Miroslav Kreza Horvát Oktatási Központ. Az intézmény éppen 70 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. A jeles évfordulóra meglepetéssel is készült az iskola közössége, amelyben több támogató is szerepet kapott. Segítette a munkát mások mellett a Horvát Köztársaság, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és számos baranyai horvát önkormányzat. 70 évvel ezelőtt az 1952-53-as tanévben kezdte meg működését Pécsett a horvát iskola. Az azóta bővült és infrastruktúrális fejlesztésen átesett intézmény, mai nevén a Miroslav Kleža Horvát Oktatási Központ közössége, a múltat és a jelent bemutató színes műsorral készült a jubileumra. A mai napon igyekszünk minden olyan foglalkozást bemutatni, mellyel tanulóink tanításon kívüli idejükben foglalkozhatnak. Ízelítőt adunk a dráma csoport munkájából, hallhatunk verseket, valamint folklór műsorral is készültünk. A hangszeres zene is nagy szerepet kap, hiszen iskolánk tanulói heti egy alkalommal órai keretek között ismerkedhetnek meg a hangszeres zene oktatással, a mi tamburicánkkal. Ezekből kapunk egy kis ízelítőt a mai műsorban. A jubileumra meglepetéssel is készült az iskola közössége, melyben több támogató is szerepet kapott. Segítette a munkát mások mellett a Horvát Köztársaság, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és számos baranyai horvát önkormányzat. Ami az énre szortom, amitről egy kicsit többet tudok beszélni, az a tabló, ami egy tanári tabló, és Kollár Ákos kollégámmal készítettük el, ezen szerepel a jelenleg tanító összes tanár, aki tulajdonképpen a 2022-23-as évben tanít, illetve készült még egy évkönyv is erre a 70. évfordulóra, számos írással, régi emlékkel és képekkel. A jubileumi ünnepség méltó lezárása volt a tavaszi Horvát Nyelv Napjai elnevezésű rendezvénysorozatnak. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Ünnepi megemlékezés Szekszárdon egy helyi gimnazista mondott beszédet. Perccel díjat adományoztak, Bonyhádon március 15-én került sor az elismerés átadására. Fáklyás felvonulás gyermekműsor koszorúzás. A Kaposmenti Társulás településein is 1848-ról szólt minden. Templomban tisztelektek a hősök előtt, faddon sem maradt el az ünnep. Pénteken gyenge lesz a légmozgás, a napsütés mellett csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem hullik. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó,
akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!